Báró 60-i Ferenc pazar budai villájának nagy szalonjában állunk. A 20. századi magyar műgyűjtés kultikus helyén, minden idők egyik, ha nem a legszebb magyar magángyűjteményének centrumában. Olyan festmények vesznek körül, amelyeket a világ bármely múzeumában szívesen fogadnának. Renoir, Manet, Corot, Courbet, Ingres szebbnél szebb alkotásai, és gyönyörű keleti szőnyegek, barokk ezüstök és rokokó bútorok. De mielőtt a Hunyadi János úton a budai vár aljában épült, Dunára néző villa szobáit bejárnánk, a pontosság kedvéért kicsit vissza kell ugornunk az időben. Mert igaz, hogy ez a hely és ez az idő az 1930-as évek eleje a 60-i gyűjtemény fejlődésének csúcspontja, de a történet nem itt kezdődött el. Az első komoly képeit 1906-ban megvásárló 60-i Ferenc csupán a 20-as évek közepe táján költözött a Hunyadi János utca 26 szám alatt épült villába, előtte a Nádor utca és a Mérleg utca sarkán álló szülői házban, majd a hatalmas tekintélyű apa 60-i Dajt Sándor 1913-as halála után a Fő utca 11-es számú városi palota egyik reprezentatív bérlakásában élt. Bár ezekről az enteriőrökről sajnos nem maradtak fenn fényképek, szerencsére segítségünkre van maga 60-i Ferenc, aki előszeretettel festette le otthonának egyes részleteit. A Nádor utca 3-as számú családi rezidenciáról csupán egyetlen festményt ismerünk, de az nem akármilyen remek mű. A néhány évvel ezelőtt felbukkant, s azóta egy külföldi magángyűjteménybe került pazar kompozíción a szalon egyik jellemző részlete bontakozik ki. Az aranyozott rézveretes, teknőc díszítésű bull íróasztal mögött márványkandalló tűnik fel, felette pedig egy kékes árnyalatokban úszó csendélet látható. Igen, ez az, aminek látszik. Paul Cézanne 1893-as Csendélet almákkal című festménye, amelyet 60-i 1909-ben vásárolt meg a legendás berlini műkereskedőtől, Paul Kassirertől. Érdekes a mű elhelyezése. 60-i a kandalló feletti tükörre akasztotta a képet, jól látható, hogy körülötte a szoba bizonyos részletei, a pálma levele, a csillár és a stukkó díszek is tükröződnek. Nehéz megérteni, de tény, hogy ettől a szemkápráztató Cézanne műtől 60 igen korán, már a 10-es évek közepén megvált. Minden bizonnyal egy rendkívül értékes festmény vásárlása vagy cseréje kényszerítette ki ezt a súlyos vezéráldozatot. Könnyen lehet, hogy a 19. század egyik legszebb francia festménye volt, de ma is fájó veszteség oka. Bár nincs róla fotó vagy festmény, mégis tudjuk, hogy ebben a Nádor utcai lakásban lógott egykor Manet kapitális főműve, a Folies Bergère bárja. Talán a legszebb francia kép, amely valaha magyar gyűjtemény gazdagított. A képet 60-i 1916-ban vagy 17-ben vásárolta, szintén Kassirertől. Az ár 250 ezer márka lett volna, de a magyar gyűjtő néhány cseredarabbal ezt mérsékelni tudta. Ezt a tranzakciót 1957-ben maga 60-i élete legrosszabb üzletének nevezte. Ha megnézzük, hogy a pénzen kívül mit is adott érte, érthetővé válik ez a megjegyzés. A cseredarabok között volt Renoir Sorti du Conservatoire című vászna, ma a világhírű Barnes gyűjtemény egyik ékköve, és egy Cézanne kép, ami könnyen lehet, hogy éppen az előbb említett csendélet volt. A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményét gazdagítja a következő festmény, 60-i Ferenc 1916 körül festett alkotása. Ez már nem a Nádor utca, de még nem is a Hunyadi úti villa egyik szobája. Az 1914-ben elfoglalt Fő utcai otthonban járunk. Érdekes momentum, hogy a lakás egy olyan épület, a Fő utca 11-es számú ház része volt, amelyet nem a 60-iak birtokoltak, hanem egy felettébb nobilis arisztokrata, gróf Andrássy Gyula is családja élt itt, élénk szalonélettől és pazarabbnál pazarabb műtárgyaitól körülvéve. A magyarázat egyszerű. A főúri tulajdonos a Duna felüli szárnyban lakott, míg az épület hátsó, kevésbé reprezentatív, főutcával határos traktusát kiadta megbízható, fizetőképes bérlőknek. A 10-es évek folyamán ezek egyike volt a Nádor utcai családi fészekből, apja 1913-as halála után kirepülő 60-i Ferenc. A Patinás nevű, politikusként is jelentős arisztokrata és a fejedelmi gazdagságú zsidó nagypolgár inspiráló szomszédsága, egymásra találásuk egy közös szenvedély a műgyűjtés és műpártolás területén, mindez kétségtelenül túlmutat önmagán.
Bár nehezen bizonyítható, jó volna hinni, hogy egy-egy nyugodt estén leleültek egymás szalonjaiban, feloltották a képek felett elhelyezett rúdlámpákat, és szolidan diskuráltak a félhomályban a friss vagy régebbi szerzemények előtt. Két kitűnő úr, a lassan talajt vesztő történelmi nemesség egyik utolsó nagy egyénisége, és a frissen baronizált pénzarisztokrata, akik a művészet szeretetében, a gálás mecenatúrában és vagyontérő képek buzgó vásárlásában leltek közös nevezőre. Érdemes körülnézni a falakon, mert néhány festmény pontosan azonosítható. Az ajtónyílástól jobbra Munkácsy Mihály 1874-ben festett Várakozó leány című alkotása látható, amely a sokalakos zálogház egyik reprezentatív, önálló értékű tanulmánya. A tekintélyes méretű kép azonban jóval több, mint puszta előkészítő munka. Tökéletesen kidolgozott remek mű, amely vitathatatlanul az egész életmű egyik legszebb darabja és hatvani magyar anyagának is egyik koronája. Sajnos ezt a képet csupán egy fekete-fehér reprodukcióról ismerjük, bár a 7 évtizedes lappangás után a váratlan felbukkanás reménye még él, egyre valószínűbb, hogy Budapest 1944. decemberi bombázásakor, vagy az azt követő mozgalmas hónapokban ez a remek mű is megsemmisült. A Munkácsy műtő jobbra lógó tájkép, Pál László tekintélyes méretű, sajnos 1945-ben szintén eltűnt kompozíciója a Párizsi út a Fontainebleau-i erdőben. Bár a jellegzetes tájrészletet Pál három közel azonos kompozíciójú, de eltérő nagyságú képen is megfestette, jellemző módon egyik példány sem maradt fenn. A legnagyobb, közel 6 négyzetméteres változat elégett a Nemzeti Szalon 1902-es kiállításának rendezése közben, a második francia magántulajdonból több mint fél évszázada ismeretlen helyre került, a harmadik, Hatvani Ferenc egykori büszkesége pedig minden valószínűség szerint szintén a lángok martaléka lett a II. Világháború végóráiban. Annak is örülnünk kell, hogy legalább fekete-fehér fényképek segítségével képet alkothatunk rólunk. A két eltűnt vagy elpusztult remekmű mellett némileg vigasztaló, hogy legalább az a festmény a maga valójában ránk maradt, amely hatvani enteriőr képén az ajtó felett látható. Fényes Adolf Vasárnap csendje a Földeken című alkotásáról van szó, amely először a Műcsarnok 1903-as téli tárlatán került a közönség elé, és még a festő 1905-ös gyűjteményes kiállításán is 1400 koronáért kellett a magát. Hatvani nagyon kedvelte fényes művészetét. A 30-as évek végén már nem kevesebb, mint 10 művet birtokolt egykori tanárától, a szolnoki iskola vezető mesterétől, és a mennyiséggel csupán a Ripley képek sora állta a versenyt. Tőle legalább 14 alkotást szerzett meg az évek során. A Vasárnap csendje, e visszafogott hangon, de lírai címéhez méltó zengéssel megszólaló kompozíció szerencsére ma is megcsodálható. Látva nem kérdés, mi vette rá Hatvanit, hogy megvásárolja és gyűjteménye egyik fő helyére akassza ezt a kitűnő festményt. A Hunyadi János úti villa szobáiról fennmaradt fotók és újságcikkek alapján tudhatjuk, hogy Hatvani a legtöbb jelentős gyűjtőhöz hasonlóan újra és újra átrendezte otthon a falain a képeket. Ez természetesen a főutcai lakásban is így volt. Vagy a frissen érkező festmények, vagy a változó ízlés kényszerítette ki ezt a csaknem folyamatos rendezgetést. Szerencsére fennmaradt ugyanerről a szobáról egy másik festmény, amely ennek ékes bizonyítéka. Ezen a képen is feltűnik Munkácsy kitűnő kompozíciója, a Várakozó leány, de körülötte megváltoztak és megszaporodtak a festmények. Csupán egyet lehet közülük teljes bizonyossággal azonosítani, ez pedig Szinyei Pogányság című képének egyik változata. Ennek felfedezéséhez már tagadhatatlanul kell némi fantázia. Ott lóg a Munkácsy képtől balra. Szomorú, de egyben sajnos nagyon jellemző is, hogy sok tárgyhoz hasonlóan ez a kompozíció szintén orosz kézen enyészett el. De most térjünk vissza a budapesti hatvani villához. A 20-as évek elejétől a II. Világháború végzetes bombázásáig a Budai Várhegy keleti oldalán a Hunyadi János út 26 szám alatt álló épület egybefort Hatvani nevével és gyűjteményének európai hírű darabjaival. Az Ybl Miklós által eredetileg gróf Lónyai Menyhértnek tervezett, finoman klasszicizáló, háromszintes épület Hunyadi János úti bejárata a második emeletre nyílt, ahol a legreprezentatívabb terek, a Dunára néző nagyszalon, az ebédlő, a dohányzó és a női szoba, valamint egy bámulatos panorámát kínáló baluszteres erkély kapott helyet.
Hatvani 1915-ben vásárolta meg a Budapest talán legjobb telkén fekvő villát, de az elhúzódó átalakítások miatt csak a 20-as évek elején költözött be, miután 1919-ben feleségül vette Lukács Lüszit, Lukács László egykori miniszterelnök leányát. Természetesen a legnagyobb luxus a reprezentáció tereiben, az alkalmanként több száz fős vendégsereget is befogadó szalonokban, illetve a pazar műtárgyakkal telezsúfolt dohányzó szobában érvényesült. A francia képkollekció krémjét felvonultató, mintás selyemtapétával borított nagy szalon legreprezentatívabb nézete a terasszal szemközti oldalon tárult fel. A faragott márványkandalló előtt festő ilyen vegyes bútoregyüttes tagolta a teret. Akadt itt 16. századot idéző bőrhúzatú olasz karosszék, vagyis poltróna, számos 16. Lajos stílusú karszék, egy pompás sezlony és egy dúsan faragott, aranyozott márvány fedlapos konzolasztal. Az enteriőr barokkos karakterét elsősorban a damaszt kárpitok adták, amelyek a falakon és az ajtók és az ablakok előtt is dúsan pompáztak. A steppelt fotelek között egy ovális, lakfestett asztalka is helyet kapott. Az utóbbin feltűnő ezüst cukordoboz és borkóstoló tálka jelzi, hogy Hatvani az ötvös művészet iránt sem volt érzéketlen. A hatalmas, 48 égős, prizmás üvegekkel díszített neobarokk csillár sem utolsó darab, de azért a festmények itt is elhomályosítottak szinte mindent. A bal oldalon Camille Corot álmodozó Mariettája látható. Az elrévedő tekintetű, fejét oldalra döntő hölgy portréja sokak szemében a gyűjtemény legjelentősebb és legértékesebb darabja volt. Hatvani Nemes Marcel kollekciójának 1913-as világra szóló aukcióján vásárolta meg Párizsban, mai szemmel meglepően magas 127.000 frankos áron. E döbbenetes összeg az aukció modern szekciójának legnagyobb leütési ára mögött a mű kiváló kvalitása, a magyar gyűjtő lelkesedése és Koró akkori rendkívüli nemzetközi ázsiója húzódik meg. Ennyi pénzért kis túlzással az árverés modern anyagának felét, de legalábbis három elsőrangú Cézánt, vagy éppen egy Van Gogh, egy Manet, egy Gauguin és egy Degas képből álló együttest lehetett volna megkaparintani. De Hatvaninak kellett a kép, és nem ismert kompromisszumot. A felejthetetlen szépségű festményt sajnos 1945 után a szovjet csapatok speciális különítménye elrabolta, és ma csupán a moszkvai Puskin Múzeumban csodálhatjuk meg, és persze álmodozhatunk arról, hogy ez a jogsértő, egetverően igazságtalan állapot nem maradt fenn örökre. A kandallópárkány két szélén dúsan domborított gyertyatartó pár áll. Köztük fent Gustave Courbet Hullám című festménye látható, amelyet a házigazda Paul Rosenberg párizsi műkereskedőtől vásárolt meg. Courbet Hatvani egyik nagy kedvence volt, összesen 8 képet birtokolt a botrányos életű francia realistától. Sajnos ebből 4, köztük ez a kitűnő darab is áldozatul esett a nagy szovjet műtárgy szerzeményezésnek, ráadásul erről a műről azt sem tudjuk, hová került. A díszes keretű festmény alatt a kandalló párkányára állítva Enger Nőjakt című alkotása tűnik fel. Enger talán a gyűjtő legnagyobb kedvence volt, annyi bizonyos, hogy művészetére nagy mértékben hatott. A kép történetéhez hozzátartozik, hogy igazából csak holmi fájdalomdíjként szolgált Hatvani életében, és örökösen egy nagy gyűjtői kudarcára, Enger török fürdő című képének elszalasztására emlékeztette. Még nem volt 30 éves, amikor a világhírű képet Párizsban áruba bocsájtották, és ezért apjától 60.000 frank sürgős átutalását kérte. Az ord atya, Hatvani Dajcs Sándor állítólag napokig bús ábrázattal járt a városban, a részvétel kérdezőknek fia levelét mutatta, hogy szegény Párizsban megbolondult. A képet azután a Louvre baráti köre vásárolta meg 150.000 frankért, és azóta is a múzeum egyik legfőbb dísze. Hatvani csalódottsága leírhatatlan lehetett, ismerve mélyről jövő rajongását egyik legkedvesebb festője iránt, és persze tudva azt is, hogy az amúgy tetemes summa előteremtése apja számára nem jelentett volna különösebb gondot. A csalódott gyűjtő azzal enyhítette bánatát, hogy a 10-es évek elején Paul Rosenberg párizsi galériájából megszerezte a kandalló párkányon álló kis fürdőzőt. Az apró kompozíció Hatvani legtöbb festményéhez hasonlóan szintén megfordult a zabráló szovjet katonaság kezeiben, azonban szerencsére nem tűnt el a nagy orosz sűjesztőben. Az ellopott képei után elkeseredetten kutató gyűjtő 1946 nyarán visszatudta vásárolni egy ismeretlen férfitól. A képe kalandok után hamar elhagyta Magyarországot, pontosabban az emigrációra kényszerülő gyűjtő kicsempészte, és ma a washingtoni Philips gyűjteményt gazdagítja. Az Engerakt két oldalán egy-egy afrikai törzsi maszk, illetve egy bronz Buddha feljelzi Hatvani szinte tréfába hajló nyitottságát, korokat és kultúrákat átfogó gyűjtői szabadságát.
A kandallótó balra szintén egy kurbémű, az erdő fürdőző nőkkel kapott helyet, míg a másik oldalon szintén egy nagy francia klasszicista kedvenc, Théodore Chassériau festménye az Ariadné látható. Egykor a szalon egyik sarkában lógó kitűnő Renoir kompozíciót, a Társalgók című képet 60-es évek folyamán vásárolta a legendás párizsi műkereskedő Ambroise Vollard kollekciójából. Kedves kép, de messze nem ez volt a gyűjtő legszebb Renoirja. A már korábban említett La Sortie du Conservatoire minden túlzás nélkül az életmű egyik kapitális főművének számít. Sajnos csak nagyon rövid ideig volt 60-i birtokában. 1916-ban a berlini műkereskedővel, Paul Kassirerrel nyérbeütött üzlet során fájdalmas vezéráldozatként hullott ki a magyar gyűjtő kezéből. Egyike volt ugyanis azoknak a képeknek, amelyeket 60-i a Gigászi Mané főmű a Folie Bergère bárja című festményért adott cserébe. Ha a szalon teraszáról belépve kicsit jobbra fordulunk, jól láthatjuk, hogy Renoir képe mellé 60-i jó érzékkel egy kitűnő Mané pasztelt akasztott. A korábban a dúsgazdag francia margaringyáros Auguste Pellerin gyűjteményében is megfordult pasztelportré, a Hölgy Mops kutyával című kép főszereplője, az ünnepelt párizsi színésznő Mary Laurent Mané egyik kedvenc modellje volt, aki feltűnik a bár egyik apró mellékalakjaként is. 60-i rajongott ezért a képért, egyike volt azoknak a műveknek, amelyek elvesztése örökké fájó sebet ejtettek rajta. Egy öregkori emlékezésében így írt róla. Hová lettél, Mary Laurent, isteni kép? Több mint 30 esztendős ismerettségünk alatt szívem, lelkem összeforrott veled. Szobám dísze voltál, dédelgetett kedvencem. Pasztelszíneit finom hamva, durva kezek érintésére, ó, mi fájdalmas még csak gondolni is erre, nem pergette le végkép azóta. Szerencsére 60-i elkeseredett jóslata nem vált valóra. A remek Mané pasztel nem pusztult el, csupán a gyűjtemény legtöbb darabjához hasonlóan 1945 zavaros hónapjaiban szovjet kézbe került, és azóta sem hagyhatta el Oroszországot. Bár nem tartozott a gyűjteményhez, de nyilván sokan érdeklődéssel nézik most is. A szoba jobb oldalán a fénykép készítője Zeidner Zoltán Osram márkájú vakublitze látható. Az egykori látogató, kicsit jobbra fordulva, a szalont a női buduárral összekötő ajtó irányába nézve meggyőződhetett az enteriőr finom eklekticizmusáról. A padlón elszórt keleti szőnyegek, balra a préselt bőrtámlájú karosszék, a barokkos fotelek, középen egy reneszánszízű ollószék, jobbra egy 16. Lajos korabeli kétrészes sezlony, előtte egy Biedermeier lábzsámoly, szemben a kurbéakt alatt pedig egy klasszicista stílusú pad jelzi, hogy 60-i a berendezési tárgyak kiválasztásakor kicsit sem korlátozta fantáziáját. A 8-szögletű diófa asztaltól jobbra a szoba sarkában állt egy feltetően két különálló részből összeillesztett római szobortorzó, amely a 3. században készült és minden bizonnyal Severus Alexander császárt ábrázolta. A legizgalmasabb darab azonban most is egy festmény, a mögöttem jobbra látható harisnyás akt. A klasszikus beállítású, Tiziano Urbinói Vénuszát idéző, de Courbet szemérmetlen realizmusát hirdető akt 1913-ig Nemes Marcel gyűjteményét gazdagította, aki korábban Wagram hercegtől vásárolta meg. A legendás párizsi Nemes aukcióról Paul Kassirer közvetítésével 36.100 frank leütési ár megfizetése után került 60-ihoz. A kép az egyik legkalandosabb sorsú festmény azon remek művek tengernyi tömegéből, amelyek az 1945-öt követő zavaros években kerültek el Magyarországról. A nagy orosz süllyesztőből egy heveny nemi betegség mentette meg. Az 1942-től banki trezorban őrzött képet a felszabadító orosz csapatok speciális alakulatai rabolták el, de ezzel a drága podgyásszal kivételesen nem jutottak el az anyaországig. A képet elzabráló katonák ugyanis egyik tisztársuk meggyógyításáért fizetséggyanánt egy szlovák orvosnak adták. A doktor hagyatékából kikerülve 2000-ben bukkant fel újra egy szlovák műkereskedő kezében, aki néhány sikertelen eladási kísérlet után kénytelen volt 2005-ben visszaadni a jogos tulajdonosoknak, 60-i Ferenc örököseinek. A harisnyás akt egy újabb tulajdonosváltás után 2015. novemberében kalapács alá került a Christie's New York-i árverésén, ahol több mint 15 millió amerikai dollárért talált gazdára. A keleti irányba néző két ablak és a köztük nyíló teraszajtó, és még inkább a mögöttük húzódó balusztrádos terasz lenyűgöző panorámát biztosított a nagy szalon látogatóinak.
A pazarkert és a Várhegy alatt folyó Duna látványán, valamint a 19. századi francia festészet remek művein kívül olyan apróságok is felkelthették az egykori vendégek figyelmét, mint a fénykép előterében az asztalon feltűnő lőportartószaru, melynek gótikus madárlábakat formázó állványa feltehetően egy 15. századi német ötvös munkáját dicséri. Apró, de meglepő részlet, hogy a fényképek tanúsága szerint a bútorok lábai feltűnően rossz állapotban voltak. A kopásnyomok arra utalnak, hogy a háziak kutyája nem tudott ellenállni a patinás bútorok csábításának. De persze ott, ahol ilyen értékek lógtak a falakon, nem hiszem, hogy sokakat zavartak az összeharabdált lábak. A legfontosabb és legdrágább műalkotások most is a festmények, melyek mögöttem hátul a jobboldali falon sorakoznak. E három festmény különlegessége, hogy egyikük sem került szovjet kézbe. A bal szélen látható Renoir kép, az olvasónő, ma még nem tudjuk, hogy maradt hatvani birtokában, a másik kettő esetében azonban dokumentumok alapján rekonstruálható a visszaszerzés története. Mert persze első körben ezeket is elvitte a szovjet hadsereg műtárgy rablásra specializálódott, úgynevezett gazdasági tiszti bizottsága, mikor kirámolták a legnagyobb budapesti gyűjteményeket rejtő banki trezorokat. Hatvani természetesen nem hagyta annyiban imádott kollekciójának elvesztését. Leveleket írt, beadványokkal bombázta az illetékeseket, és persze nyitott szemmel járt a felbojdult főváros utcáin és kávéházaiban. A hivatalos csatornákon keresztül nem ért el eredményt, ám az átmenet éveinek pezsgő, nehezen kontrollálható közegét kihasználva, átlépve a szürke zónába, 1946 folyamán néhány festményét vissza tudta vásárolni. Egyes visszaemlékezések szerint a háború utáni Budapesten élénk, súlyos titkokkal övezett műkereskedelem folyt, amelyben az amerikai, angol és francia ellenőrző bizottságok vezetői éppen olyan izgatottan forgolódtak, mint a múltból itt maradt kétes hírű szerencselovagok és a formálódó új elit nagy étvágyú prominensei. Az itt-ott felbukkanó gazdátlan remekművek rendszerint az Országház kávéházban találtak új gazdákra, ahol a többi kisemmizet kollekciója maradéka után kutakodó gyűjtő között 60 is gyakran megfordult. Talán ennek az aktivitásnak köszönhette, hogy 1946 nyarán a Mérleg utca 9-es szám alatti lakásában felkereste őt egy név szerint ismeretlen magyar férfi, aki felajánlotta szolgálatait az egyre elkeseredettebb bárónak. A képekért darabonként 10 000 forintot kért, ami ismerve a szóba jöhető választékot igencsak jutányos árnak tűnt. A kevés készpénz azonban súlyos korlátokat jelentett, így csupán 100 000 forintot sikerült szereznie, amelynek fejében a gyűjtő 10 festményt tudott visszavásárolni. Ennek köszönhető, hogy a már-már teljesen reményt vesztett gyűjtő újra kézbe vehette Engrmár korábban bemutatott kis fürdőzőjét, De la Croix középen látható Arab tábor című alkotását, valamint a jobb oldalon lógó apró remek művet, Manet öngyilkos című képét. Az Arab tábort a Szépművészeti Múzeum 1972-ben vásárolta meg egy hazai magángyűjteményből, míg az öngyilkost a hatvani család valamelyik tagja csempészte nyugatra még 1946 körül, és ma a zürichi Bürle gyűjtemény ékessége. 1000 körbe is értünk a hatvani villa második emeletének nagy szalonjában, de ezzel persze nem értünk a remek művek sorának végére. Nézzük meg, mit találunk a szomszédos szobákban. A férfi társaság beszélgetéseinek helyet adó könyvtárszobaként is szolgáló helyiségről szerencsére két fényképet is készített a már korábban említett remek fényképész Zeidner Zoltán, így szinte a teljes berendezést számba vehetjük. Balra látható az a szőnyegtöredék, amelyet bármi meglepő a sok világhírű festmény ismeretében évtizedeken át a hatvani gyűjtemény legértékesebb darabjának tartottak, sőt egy 1928-as interjúban maga a gyűjtő is legkedvesebb műtárgyának nevezett. A 16. század közepére datált, feltehetően az északiráni Tabrizban készített állatalakos, unikális szőnyegtöredéket 60-i fantasztikus összegért, 7000 angol fontért vásárolta a bécsi Glückselig műkereskedésben, így nem meglepő, hogy palotája egyik frekventált pontján hatalmas üveges keretbe helyezve tartotta. A szemben lévő falon balra fent Theodor Jericho férfi portréja, alatta De la Croix Ovidius a Szkíták között című festménye látható, mindkét kép 1945-ben a szovjet bankrablás áldozatául esett, ahogy ez lett a sorsa Pál László tájképének is, amelyet már korábban a gyűjtő főutcai lakásában megcsodálhattunk. A fényképen látható egyetlen olyan festmény, amelynek őrzési helye ma is ismert, a szemben lévő fal jobb oldalán fent tűnik fel,
Ez Gustave Courbet férfi arcképe 1870-ből, melyet Hatvani 1946-ban vissza tudott szerezni, majd kivitte Magyarországról. Ma a Stockholmi Nemzeti Múzeumban található. A portré alatt egy gyönyörű Pizarro tájkép lóg, az 1876-os Vörös Ház. Az akkoriban éppen Párizsban tanuló ifjú Hatvani egyik első komolyabb vétele volt ez a kompozíció. Egy minden ízében impresszionista remekmű, amelyet az oroszlán körmeit próbálgató fiatal magyar gyűjtő a legendás párizsi műkereskedőtől, az impresszionizmus megszületésénél bábáskodó Durán Ruel-től szerzett meg 1906. február 28-án. Hogy ma hol van, rejtély, csak remélhetjük, hogy nem pusztult el a II. Világháborút követő forgatagban. A Hatvani gyűjtemény francia, a klasszicizmustól az impresszionizmusig ívelő sorozatának egyik robosztus, indító pillére, Cesario már méretével is tekintélyt parancsoló korai remekműve, a Trójai nők, amely a fénykép jobb szélén látható. Hatvani nagy büszkeséggel tekintett erre a hatalmas, szinte lepedőnyi méretű vászonra, gyűjteményének egyik legnagyobb trófeájára, hiszen a művet nem aukción és nem is műkereskedésben vásárolta, hanem egyedül cserkészte be. Kapcsolatai révén egy Párizshoz közeli Rozoga villában találta meg, és potom pénzért szerezte meg az évtizedek óta elveszettnek hitt elhanyagolt állapotban lévő remek művet. Sajnos a Trójai nők sem került el végzetét. Nagy mérete miatt Hatvani néhány más festménnyel együtt ezt a képet sem tette banki széfbe Budapest bombázásának megkezdésekor, hanem 1942. szeptemberje után is a villájában tartotta. Mikor a zsidó törvények és a német megszállás miatt már menekülnie kellett, ezek a művek elcsomagolva várták sorsukat. Annyit tudunk, hogy a Trójai nők egy másik nagyméretű festménnyel, Courbet birkózók című vásznával került egy ládába. 1941. márciusától kezdve a Hunyadi úti villába a megszálló német csapatok néhány magasrangú tisztje költözött. Mikor a város ostroma elől menekültek, a műtárgyak egy részét magukkal vitték következő állomásukra, a Budakeszi úti Mautner villába. Ez az épület az ostrom során leégett. Annyit tudunk, hogy az azóta a Szépművészeti Múzeumba került Courbet kép a birkózók ott lehetett az épület kigyulladásakor, mert égési sérüléseket szenvedett. Sajnos Cesario Trójai nők című alkotásának további sorsáról semmit sem tudunk. Lehet, hogy a németek nem vitték magukkal, és a Hunyadi úti 60-i villa decemberi bombatalálatakor elpusztult, de az is lehet, hogy a Mautner villa leégésekor semmi sült meg. Talán az egyre szorosabbá váló ostromgyűrűből menekülő németek a többi megmaradt műtárgyal együtt teherautóra pakolták és magukkal vitték. Ebben az esetben sem számíthatunk azonban sokkal kedvezőbb végkifejletre. Ezek a teherautók ugyanis felbecsülhetetlen értékű rakományukkal együtt nagy valószínűséggel elpusztultak az ágyútűzben. Ha nem, akkor szovjet kézre kerültek. Utóbbi esetben halvány remény még van a képek előkerülésére. Bár a dohányzószoba legértékesebb műtárgyai kétségkívül a mögöttem lévő falakon lógtak, érdemes azonban megnézni, mi kapott helyet egykor a szoba másik felében. Persze itt is feltűnik néhány igazi csemege. Az ablaktól balra a függöny mögött alig észrevehetően egy gyönyörű 14. századi, feltehetően burgundiai származású gótikus faszobor látható. A töredékes, csak nem életnagyságú Mária gyermekkel a kollekció plasztikai anyagának egyik kiemelkedő darabja volt. A bársonnyal letakart heverő és a körbefutó barna falburkolat fölé egy 16. századi flamand kárpit került. Az udvarhölgyeket és solymászokat ábrázoló goblein a gyűjtemény valamennyi képes kárpitjához hasonlóan a II. Világháború után szovjet hadizsákmányként tűnt el Budapestről. A festmények közül mindedik sajnos csupán kettőt sikerült azonosítani. Balra lent Hans von Marais 1870-es önarcképe, illetve annak jobb fele látható, hogy felette milóg, csak találgatni tudok. Talán egy Mésző Géza festmény. A másik oldalon szintén csak az alsó festményt sikerült azonosítani. Hans von Kánon női arcképe azon kevés művek egyike, amely idővel visszakerült a Hatvani család tulajdonába. Még egy fontos, több jeles műtárgyat is tartalmazó szoba van hátra, de ahhoz át kell vágni a szalonon. Itt állunk a női szalonban, a budoárban, amely egykor értelemszerűen a háziasszony Lukács Lüszi és barátnői felségterülete volt. Balra az intarziás rokokó írószekrény, középen a faragott és kárpitozott két rokokó stílusú szék, a földre dobott ülőpárna, a szőnyeggel leterített ágy, jobbra hátul a dúsan faragott és aranyozott barokk tükör intim hangulatot varázsol a nappali szobaként is szolgáló női szalonnak.
A szemben lévő falat teljesen beborítja egy 16. század utolsó harmadában készült brüsszeli kárpit, amely Európa elrablásának mitológiai történetét ábrázolja rendkívül gazdag táji környezetben. A hatalmas 345x520 cm nagyságú selyem és gyapjú gobleint Hatvani 1917-ben vásárolta a berlini Kaufmann gyűjtemény aukcióján, mikor szerte Európában kereste a frissen megvásárolt villájába szánt értékes berendezési tárgyakat. Sajnos már mondanom sem kell, hogy ez a fantasztikus kárpit is 1944 vagy 1945 tragikus hónapjaiban pusztult el. E szobában azonban találunk egy szabályerősítő kivételt. Bal oldalon a székre támasztva Szinyei Merse Pál Madárdal című festménye látható, amely sajnos csak súlyos sérülésekkel szenvedve vészelte át az elmúlt évtizedeket, de legalább megmaradt és a szegedi Lucs gyűjteményből a Móra Ferenc Múzeumba került. Hatvani egyébként nagyon kedvelte Szinyei művészetét, akivel tiszteletteljes, de kifejezetten baráti viszonyt ápolt. Legalább 5 festményét szerezte meg az évtizedek alatt, amelyből sajnos 1945-öt követően 3 szovjet kézbe került, és azóta sem bukkant fel a nyilvánosság előtt. Nagyon szomorú, de egyikükről még reprodukció sem maradt fenn. Ez a mű az Apáca a ravatalon címet viselte, amelyet elsőre hihetnénk tragikus témájú kompozíciónak is, de alcíme, a kíváncsi barát, már erotikus, sőt blaszfémikus mondani valót sejtett. És valóban, leírásokból tudjuk, hogy Szinyeinek ez a korai alkotása igencsak megbotránkoztató történetet dolgozott fel, ennek köszönhető egyébként az is, hogy fénykép sem maradt fel róla. Hatvani érdeklődését azonban éppen ez kelthette fel, hiszen gyűjteményének, főleg rajzi anyagának tekintélyes része kifejezetten erotikus témájú volt. Itt kell megemlítenem azt is, hogy egykor az ő tulajdonában volt a világ talán leghíresebb erotikus festménye, a pornografikusnak ítélt tartalma miatt egy évszázadon át egyszer sem reprodukált Courbet remek mű, a világ eredete. A Musée d'Orsay sokakat ma is megbotránkoztató sztárképét meglepő módon 1866-ban a muzulmán vallású Khalil Bey rendelte a festőtől. A török porta egykori szentpétervári követe, aki hivatali idejének végével Párizsba költözött, idővel tönkrement, így kollekcióját kénytelen volt áruba bocsájtani. A mű Bernheim Jean párizsi műkereskedőhöz került, aki az eladhatóság növelése miatt jó érzékkel egy dobozba helyezte, amelynek fedelére Courbet egy semmit sem sejtető késői téli tájképét applikálta. E sajátos együttest Hatvani 1910-ben vásárolta meg, majd közel másfél évtized elteltével a diszkrét fedőlapot eladta sógorának, báró Herzogmor Lipótnak. Az így módon kiszabadult Courbet mű természetesen nem vált mindenki számára megcsodálhatóvá Hatvani környezetében sem. A tulajdonos csak akkor vette elő a szekrényből a rokonságához tartozó, őt kapacitáló serdülő ifja kérésére, ha a család hölgy tagjai már elhagyták a házat, vagy visszavonultak éppen ide a női szalomba. Természetesen nem csupán a szalonokban, de a hallban és a lépcsőház tereiben is remek művek sora keltett áhítatot az egykori látogatókban. A második emelet hatalmas belmagasságú lépcsőházi terében függött a velencei 18. századi festészet monumentális emléke, a feltehetően Alessandro Longhi életművébe sorolható egész alakos nemesi portré. Hatvani ezt a korabeli pazar kerettel ellátott képet egy 1918-as pesti aukción vásárolta meg. A szinte émeítően gazdag faragásokkal, sok-sok figurális részlettel élénkített, aranyozott keret és a hozzá képest merevnek ható portrék is idegenül hatott a térben, de a házigazda mégis ragaszkodott hozzá. Sőt, már-már vizuális merényletnek hat, mégis közvetlenül e féktelenül pompőz barokk műtárgy mellé akasztotta Degas csodálatos, a jobboldali oszlop mögül éppen csak kibukkanó pasztel aktját, melyet Hatvani 1931-ben Nemes Marcell hagyatéki árveréséről szerzett meg. A világhírű műtárgyakkal díszített csodálatos belső terek 1942 őszén hirtelen megváltoztak. Szeptember 5-ére virradó éjszaka, pár perccel éjfél előtt 30-40 szovjet katonai repülőgép jelent meg Budapest légterében, melyekről 17 bombát dobtak le vaktában kiválasztott polgári célpontokra. 11 halálos áldozatról és több tucat sérültről is beszámolt a sajtó, a pusztítás mértéke mégis háború szempontból elenyészőnek tűnt. A szovjet bombázók nagy magasságban eresztették el terheiket, és az erőfitoktatáson túl semmilyen konkrét katonai célt nem akartak és nem is tudtak elérni. Valami mégis megváltozott. Az emberek félni kezdtek, törékeny reményük megingott abban, hogy Budapest elkerülheti a komolyabb pusztítást.
Alig pár nappal a szeptember 4-i bombázás után hirtelen megélénkült az érdeklődést a bankok védett trezorjai és a budai hegyekben, illetve Budafokon lévő bombabiztos sziklapincékben kialakított tárolóhelyek iránt. Hatvani rendkívül gyorsan cselekedett. Alig egy héttel az első légitámadás után gyűjteményének krémjét, összesen 165 műtárgyat, 13 leszegezett, lepecsételt faládába csomagoltatta, és két megbízható alkalmazottja nevén zárt letétként elhelyeztette őket Budapest három nagy bankjának egyszerre bérelt trezorjaiban. Hatvani a német megszállás után bujkálni kényszerült. Miután ismerőseitől megtudta, hogy keresik a hatóságok és letartóztatás fenyegeti, barátoknál és rokonoknál rejtőzött, sőt egy ideig Czóbel Béla szentendrei otthonában, mint kertész húzta meg magát. Felesége és gyermekei egy ideig Budapesten, majd a család Hatvani kastélyában vészelték át a vészkorszak legdrámai periódusát. Hatvani húga, a több irodalmi műben is felbukkanó Irén és a cég vezetésében oroszlán szerepet játszó férje, Hirsch Albert nem élték túl a holokausztot. Hiába fizettek 1 millió pengőt az embercsempészeknek, törbecsalták őket és Auschwitzba pusztultak el. A hatvani gyűjtemény legjelentősebb része a banki trezorokban teljes épségben élte meg a háború végét. Ám ez a világra szóló műtárgyegyüttes soha többé nem került vissza jogos tulajdonosához. A szovjet hadsereggel együtt érkező speciális alakulat, a Gazdasági Tiszti Bizottság ugyanis az összes nagy pesti bank trezorját kiürítette, és az ott található értékeket a Szovjetunióba szállította. A történet szomorú, de kár lenne elhallgatni, hogy van még esély a happy endre. Hatvani lebombázott palotája a közelmúltban az eredeti terveket követve újjáépült, már csupán az egykor európai hírnévnek örvendő műtárgyak hiányoznak belőle. Az 1945-ben jogellenesen elvitt és azóta Oroszországban őrzött festmények, a remek Tintoretto arckép, a gyűjtő által rajongva imádott Mary Loranról festett Manet portré, Koró álmodozó Mariettája, vagy éppen Degas fürdőnője a több tucat festménnyel és rajzzal, a parádés szőnyegekkel és gobelinekkel együtt még visszatérhetnek oda, ahonnan a történelem drámai vihara elsodorta őket.